Izgalmas és színes programok vártak ma is a gyerekekre a zöld táborban. A csónakázótó partjára ezúttal a nagykanizsai tűzoltóság munkatársai látogattak ki. A táborban jelenleg résztvevő 45 fiatal számára rengeteg programmal készülnek napról napra a tábor szervezői. Amiket mi szervezünk a gyermekeknek, és mi is bonyolítunk le, ezek általában sportprogramok, ami a futás, a kerékpározás, a labdajátékok, az évben nagyon nagy sikere lett a métajátéknak például, rossz idő esetén társasjátékok, kártyajátékok a fedett részen A külső szolgáltatók által biztosított programok pedig kutyás bemutató, a tűzoltóság, a könyvtár támogatásával, mindenféle izgalmas program a gyermekek számára. A csónakázó tó melletti terület a nyári szünidő kezdetétől egészen augusztus 20-áig a helyi diákoké. Van olyan, aki egy hétre megy, de akad, aki szinte az egész nyarat az öltáborban tölti. Már nyár elején is jöttem. És hát nagyon sok program szokott lenni, reggelente futás, meg hát mindig más program. Ma volt ijászkodás, de jöttek a tűzoltók, akik bemutatót tartanak. A gyerekek ma a tűzoltók kalandos életével és történelmével ismerkedhettek meg egy előadáson, majd a lánglovagok a meleg időben végül slaggal hűsítették le a táborozókat a zöld Tábor udvarán.